A főiskola vendége volt dr. Kispap László, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnöke, egy kihelyezett elnökségi ülés, tehát az egész szakszervezeti elnökség itt volt a főiskolán. Reflektorfényben a felsőoktatás, a pedagógus képzés. Nézzük meg, hogy hogy van erről a szakszervezet elnöke. Fordul elő, hogy egy ilyen magas szintű vezetőségi ülésre kerüljön sor vidéken. Mi a célja, mi az oka, hogy Egerben tartják? Ez a második ilyen kihelyezett ülésünk, az előző az Nyíregyházán volt, ezzel talán magyarázom is azt, hogy számunkra kiemelt fontosságú a pedagógus képzés jövője, azoknak a problémáknak a megismerése a helyszínen, amelyek jelenleg ebben a témában vannak, és szeretnénk tapasztalatokat gyűjteni, és ezt a segítséget ajánljuk föl a különböző egyetemi fórumokon, mint a Tudományos és Felsőoktatási Tanácsban, a rektori konferencián, és a különböző országos értekezleteken, a felsőoktatási kerekasztalon, mert alapvető érdekünk az, hogy a jövőben is a pedagógus képzés színvonalát tudjuk emelni, és a hallgatói beiskolázásokban jelentős segítséget szeretnénk elérni. Eddigi tapasztalataik alapján mikre kerültek a hangsúlyok, milyen gondok, problémák a legsürgetőbbek? A legnagyobb gondunk az, hogy a jelentkezési létszámoknál elég tragikusan csökkentek a pedagógus képzőintézményekben a jelentkezések. Úgy érezzük, hogy lényegesen nagyobb felvilágosító munkára van szükség, másrészt pedig alapvető érdekünk az, hogy a pedagógus pálya presztízsét tudjuk növelni, és ezt mindenképpen el szeretnénk érni. Ez a célunk a mai értekezlettel is, hogy rektor úrral, az egyetemi vezetéssel, valamint a főiskolán lévő szakszervezeti vezetőkkel ezeket a problémákat megbeszéljük. Átalakulóban van a magyar felsőoktatás, ebben az átalakuló folyamatban milyen szerepet tud betölteni az önök szakszervezete? Igen, úgy gondoljuk, hogy meg kell felelni azoknak a minőségi kritériumoknak, amelyek most az Európai Uniós előírásokban szerepelnek. Ugye a bolonyai képzés volt az első lépés, ennek az első hallgatói az idén végeznek. Nagyon fontos a mesterképzés beindítása és ezeknek a tapasztalatoknak a széleskörű megismerése. Említette, hogy központi kérdés önöknél a pedagógus képzés jövője. A pedagógus képző intézményeket hogyan tudják, milyen csatornákon keresztül segíteni ebben a munkában? Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a nagyhírű intézményeknek a fenntartása alapvető cél. Ez a nemzetgazdasági érdek, és ezt mindenképpen el kell érni, hogy központi költségvetési támogatásból kerüljön erre sor, és alapvető érdekünk az is, hogy a tandíj ne kerüljön bevezetésre a közeli jövőben, miután az esélyegyenlőséget még nem tudtuk biztosítani. És a harmadik nagyon fontos cél, hogy a főiskolák, egyetemek, oktatói és az oktatás közvetlen segítők továbbra is közalkalmazottak maradjanak. Átalakuló felsőoktatásunkhoz tartozik az is, hogy intézmények sokaságával birkózunk, és lehet, hogy ezek közül meg kell szüntetni. Hogyan lehet arra ügyelni, hogy az értékek közben ne menjenek kárba, hogy meg lehessen menteni több évtizedes értékeket? Igen, ez alapvető célunk. A 73 felsőoktatási intézmény önálló a Magyarországon sok, ezt őszintén el kell ismerni. Alapvető célunk az, hogy ezt a valódi integrációt kiterjesszük, és azokat az intézmények, amelyeknek nagy múltjuk van, minőségi felsőoktatást képeznek, az ott lévő oktatógárda erre garancia, ezeket megtartjuk jövőben is.